A tudomány pontos és megbízható választ ad, legalábbis elméletben, arra a kérdésre, hogy milyen a magyar ember. Közepes termetű, szikár testalkatú, mondják a tudósok. A szomorú valóság az, hogy ez a nép kivízta a tudományt, mert eszik ülve, eszik állva, eszik a parkban, és eszik a vonaton. Miért esznek a magyarok? Mert van nekik miből enni. Mert a szocializmus megtermeli nekik, meg ott nem volna ti, ezt majd demennének akkor. Ma Magyarországon 8 millió sertés él, vagyis minden felnőtt lakosra jut egy. Csak hogy ez nem elég az üdvösséghez. Ahhoz, hogy a sertésprogram több és finomabb rántott karajban, ízes sonkában, fűszeres szalámiban öltsön testet mindannyiunk asztalán, sok még a tennivaló. Innét üzenjük a húsiparnak, hogy mi, itthoni magyarok sem szívesen vesszük meg a sertés húst, ha zsíros, a marhát, ha fagyús, a darált húst, ha mindenféle mócsingot vegyítenek bele. Ráadásul a kenőmájas gyakran üreges, a disznósajt töredezett, a bácskai darabos, a kolbász lazán töltött és sütés közben szétesik. De az olyan egyszerűnek tűnő termékkel is gond van, mint a tepertő, ami évek óta ehetetlen, mert tele van törmelékkel. Nézze, uram! Amit megeszik az ember, az a sajátja, az az övé. Ebbe bizonytalan világban ki tudja, mi történik holnap. Amit megeszek, az az enyém, az itt van, azt el nem veszi senki tőled. Vallod, hogy mindent, amit megeszel, azt tőled senki nem veheti el. Lógnak a spájzban az oldalasok, bukszádban hasalnak a százasok. Hisz nem lehet tudni, hogy holnap mi lesz. Hisz nem lehet tudni, hogy holnap mi lesz. Feleségemmel kiszámítottuk, hogy ketten keresünk 5400 forintot. Egy lakására 600-700 ezer forint. 30-40 év, mire egy lakást összeszedünk. Nem tudunk mit csinálni. Eszünk. Mit ettem a héten? Hétfőn reggel ettem kocsonyát, délre káposztát, estére káposztát. Kedden reggel ettem kenyeret, délre kenyeret, estére sóskamártást. Neked mi a kedvenc ételed? Nekem a kedvenc ételem a csigaleves és a grill csirke. A kirántott hús és a rizse. Kedvenc ételem a nyúlhús. Mákos tészta. Húsleves. Diós tészta. Töltött káposzta. Aranygaluska. A pirított máj. Túrós palacsinta. Nekem a banán kedves ételem. Az evés Magyarországon szent dolog. Evés közben zavarni a magyart a legnagyobb illetlenség. Táborúban? Nem hallott róla? Hát valamit a tévé mondott, de hát nem nagyon figyeltem oda. Amerikába vagy Ázsiába? Nem, Irak és Irán. Irak és Irán? A négerek mindig háborúznak. Azok számára, akik ismerik a tudósok által megrajzolt képet, nem jelenthet gondot kiválasztani a tömegből egy igazi, egy tipikus magyart. Hát hogy ne tudnám azt, hogy ki a magyar? Az például megfelel, ó. Az egy homokos. Mi magyarok nem vagyunk azok. Mik? Mi nem vagyunk homokosok. Az? Hát az egy roma. Na és? Hát az egy roma, az egy igazi roma. És magyar embernek nem jó? A magyar embernek nem, egy roma nem jó. Magyar embernek nem. Hát az egy... Az órát nézze, hát magyar embernek nincs. Milyen nincs? Ilyen óra.